Elindulhatunk azon a nyomon, hogy én azt szeretném, hogy hangszer közelbe kerüljenek a gyerekek. Tehát a színpadon hangszer mindenképpen legyen. Lehetőleg olyan hangszer, amely a szimfonikus zenekarhoz, tehát a klasszikus zenéhez kapcsolódik. Megszólaljanak zenedarabok, és elhangozzanak olyan nevek, akik csodálatos zenéket írtak. Természetesen megvannak a trükkjei ennek a dolognak, mert lehet Mozartot, lehet Beethovent, lehet Bachot is játszani a gyerekeknek, minden további nélkül rövid legyen. Legyen értelme, tehát egész pontosan az ember tudjon olyan érdekességet hozzáfűzni, ami fontos lehet. Ezen kívül pedig az interaktivitást tartom nagyon fontosnak, be kell vonni a gyereket közben. Ha ez a dallam jön, Péter valahol a közelben lehet. Péter után következik nagyapó. Kitaláljuk, hogy melyik hangszer játszhatja nagyapót? A tubára satszolunk. Tegye fel a kezét, aki a tubára satszol. Hú, mindenki föltette a gyerekek közül, a felnőttek nem tudták egyedül. Benne van a hangszer, benne van a szimfonikus zenekar, benne van a klasszikus zenei gondolkodás, ugyanakkor élményt kapnak, mert megbeszéljük, hogy melyik hangszer miért, melyik állat. Ezek ilyen zenei tanmesék? Tulajdonképpen erről van szó. Figyeljetek, nem félünk a farkastól? Biztos lehetek benne? Jól van, akkor én se fogok félni, pedig úgy indultam el otthonról, hogy lehet, hogy egy kicsit félni fogok. A farkas több hangszer is játsza egyszerre. Hallgassátok csak meg a kürtöt, a harsonát és a tubát. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy rendezett színházi körülmény legyen. Tehát nem vagyok híve annak, hogy az óvodába menjünk be, és a nagy foglalkoztató teremben csináljunk ilyen jellegű matinét. Én színháztermet képzelek el, de a hatos stúdió is tökéletesen megfelel ennek, mert ott is rendezetten ülnek. Jelzem, itt vagyunk, húsvét van, és vasárnap délelőtt lehet hallgatni azonnan közvetített, a hatos stúdióból közvetített Tóbiás matinét. Tehát még aktuális továbbra is a hatos stúdió is. Én azt hiszem, hogy visszatérve arra a saját gondolatomra, hogy bárhol meg lehet rendezni. Az a fontos, hogy az ember milyen szívvel, milyen őszinteséggel csinálja, és hogy milyen az a produkció, ami a színpadon van. És ha mindenki, ha látják a gyerekek azt, hogy mi nagyon őszintén gondoljuk, azt, hogy a zenész a szívét, lelkét, erejét, mindenét beleteszi, akkor a gyerek a világ legjobb közönsége. Másfajta, mint mondjuk egy klasszikus szimfóniát játszani, de ugyanakkor nagyon szórakoztató és nagyon élvezetes. Nekem nem nehéz, tehát inkább élvezem. Benne van a kottában a Luffy. A Luffy nincs benne a kottában, inkább az, amikor durranni kell, az van benne. Itt ezek a bombok, erre kell elvileg ritmusra kidurrantani, ami nem mindig sikerül, mert ugye hát kis csalás van benne, mert van egy kis gombostű a kezemben, és így durrannak azok a Luffyk, nem maguktól. Ha nem Luffy lenne, akkor ez a dobon lenne? Igen, vagy tapsolás, vagy egy ostorcsapás, vagy valami. Hát egy ilyen hangeffektus. Ezek a zenei poénok és hangok és állathangok, ezek egy természetesen meg vannak írva. Amit a zenészek hozzátesznek arccal, és kedvel és mosolyal, azokat természetesen én is élvezem, azokat nem lehet beleírni. Csak reméli az ember, hogy ez egyszer csak így fog elsülni. Miért fontos az élőzene a gyerekeknek? Álkérdésnek tűnik, de valószínűleg erre mindenkinek az itt ülők közül van egy válasza. Én azért gondolom, hogy nagyon fontos az élőzene, mert otthon csak ezeket a számítógép zajokat hallgatják, főleg tudom, nekem is van egy kiskorú gyerekem, és mindent megteszünk, hogy ezeket kikapcsoljuk, egyszerűen nem jutnak hozzá. Annyit improvizálunk, amennyit a győző kér tőlünk. Tehát, hogyha azt kéri, erre nem lehet felkészülni, minden előadás egy kicsit másabb. Ha azt kéri, hogy akkor mutassunk meg a gyerekeknek, hogy hogyan szól meg zenében a farkas, ezt előre persze nem kell megbeszélnünk, hiszen mindenki tudja a dolgot. Hiszen megszólal, akkor csak megkéri udvariasan, légy szíves, játszd el. Ez semmiféle plusz feladatot nem jelent. Én ennél szebbet, mint élőben, bármit is élőben csinálni nem tudok elképzelni. Ezzel együtt persze, hogy azt mondom, hogy ez edzeni úgy kell, hogy otthon hallgassak sok zenét, kulturált zenét, és az nem baj, hogyha úgy megyek el egy műpába, egy zeneakadémiára, hogy én már bizonyos darabokat ismerek.
világra szóló mulatságot csaptak, itt még a sárga malac is ugrós táncot jár. Talán még ma is tart a buli, ha közben abba nem hagytál. Mondom, abba nem hagytál.